Snubja és Snubby közti sok különbség. Régóta mondjuk, önvédelemre csak revolver. Ez akkor is igaz, hogyha medve támadásnak tartunk, például Alaszkában. Erre szolgál a Ruger Alaskan Revolver. Egyébként ez egy Ruger Super Red Hook. Na, ez az Alaskan kivitele. A Super Red Hook egyébként a legmasszívabb top méretű Ruger Revolver. Ez valamivel nagyobb, mint a Smith & Wesson M-Frame. Ennek az a tulajdonsága egyébként, hogy az egész tok egy egységet képez a csőköpennyel. Cső az csak egy betét. A többi klasszikus hosszú cső változatnál a cső az még kilóg 4-6 szólt is akár ebből a keretből. Azok a fegyverek egyébként emiatt szerintem rendkívül rondák, ugyanakkor ez a Snubby, ahol a cső pontosan véget ér, ott ahol a csőköpeny, illetve a tok, ez kifejezetten dögösre sikerült. Ami igazán brutális ebben a revolverben, nem is a mérete, hanem az, hogy a 454 kazon lőszer tüzeli, amely az egyik legerősebb marokkói fegyver kaliber, a Smith & Wesson Super Magnumjaitól eltekintve. Mindenségit! Ejha! Ebben a fegyverben egyébként, mely 6 lövetű, nem csak 454 kazult, hanem a nála rövidebb 45 colt lőszert is be lehet tölteni, melynek akár 200 zsúra is le lehet vinni a torkolat energiáját, azzal pedig igazán puha lövészetet lehet vele folytatni, de ennek nem ez az elsődleges cél, hogy szórakoztatóan lövöldözzünk, hanem ez egy ilyen utolsó esély önvédelmi fegyver olyan területeken, ahol igazán veszélyes nagy vadak vannak, tehát például Alaszkában a medvék. Ez a Ruger Super Red Hawk is a megszokott Ruger Revolver konstrukciót követi. Tehát a dobnyitó kar, az ez a kis benyomandó elem, ezt megnyomjuk és ki tudjuk nyitni a dobot. A dob nem csak itt hátul rögzített, hanem elől a dob kifordító karnál is. Megnézzük. Így látható. Tehát amikor előre nyomjuk a dobkinyitó gombbal a dobtengelyt, akkor ez a retesz is kimozdul a helyzetében. Még egy Ruger jellegzetesség, hogy ez a fegyver is monolit tokszerkezetes, tehát nincs egy olyan levehető tokfedél, mint mondjuk a Smith & Wessonoknál vagy a Coltoknál, tehát látható, hogy ez egy darabból van, nem lehet leszedni. Ehelyett sátorvastól lefele ez egy külön elem, és így ki lehet szerelni belőle az egész elsütő szerkezetet lefelé. Ezáltal a tok igen masszív lehet, ezért lehetséges például az ilyen nagy teljesítményű lőszerek tüzelése, mint a 454 kazul, vagy ez a fegyver készült 480 Ruger kaliberben is, de az speciál nem lett sikeres. A fegyver revolverező elsütő szerkezetű, de föl lehet húzni a kakas single actionbe, aminek egyébként a tervezett felhasználási mód miatt nem igazán van jelentősége, hiszen ezzel nem 50 méterről lőnek medvére, hiszen arra alkalmatlan, hanem közelről, és hát lehetőleg gyorsan. Ugyanemiatt teljesen fölösleges rá egyébként az állítható irányzék is, sokkal jobban járt volna a vadász, hogyha a vadász önvédelmi fegyverén egy double action only kakas van, és egy fix irányzék. Hogy előrántáskor ne vesszen ezzel is időt, hogy ezeknek beleakad a ruházatba. A Ruger pár éve szakított azzal, hogy csak a saját dizájnú gumimarkolatokat teszi a revolvereire. Ez már egy Hagyu gumimarkolat, ami teljesen körbeveszi a tokot, itt fönt is. Itt láthatóan nagyon puha, ezáltal segít a hátralugvás elnyelésében. És hiába óriási és nagyon nehéz a revolver, kifejezetten jó fogás. Erre a revolverre igenis elkér egy ilyen lökéstompító gumimarkolat, mert a hátralugvása egyszerűen brutális, tehát gyakorlatilag nem nagyon tudtuk megállni, hogy ne káromkodjunk minden egyes lövés után csúnyán, mert nagyon-nagyon tudunk hátra. Ennek ellenére lehet, hogyha egy medve éppen rám törne, és meg kell magam védeni, akkor az hátralugás annyira nem izgatna. Most, hogy életszerűbbek legyünk, megpróbálunk támadó medve lőlapot létrehozni. Ez egy egészen barátságos támadó medve lenne. Ez a 2010 mintájú támadó medvelőlap. Brum.
Az utolsót meghagyom neked. Nem kérem. Na jó, majd fejbe lövöm. Beszéljetek? Most megpróbáljuk azt, hogy egy életszerű vadászövédelmi szituációban jön a támadó medve, már 5 méterre van, és megpróbálok ráduplázni. Valószínűleg rendkívül szánalmas leszek. Mert? Egy gyors dupla 5 méterről. A gyors idézőjelben. Ez a baromi nagy lőszeres doboz. Azt hinnénk, hogy ebben valami nagyon sok lőszer találunk. Valójában ebben csak 20 van. Na de milyen 20? 454 kazu, 260 grénes, félköpenyes, csonkakúp alakú. Ezt a baromi erős lőszert most nem egy hosszú csövű vadászrevolverből, csőszájfékkel, kompenzátorral, stb. Fogjuk lőni, hanem egy snubbiból. Mondjuk a snubbi között ez eléggé dinoszaurus. Hoppá! 5 lövés, 10 méterről revolverezve 454 kazullal. Csukló majd leszakad. Nem tudom mennyire látszik, hogy itt full pirosra van a kezem ütve. Anyád! Aztán! Ejha! A fájdalom birodalmába megérkezett János. Ah. 25 méter single actionben, 4 az mondjuk használható, az 5-et azt teljesen berántottam, ami nem csoda. Nem akarom. De még egyet anyuka kedvéért. Nem akarok vele lőni. Jani, anyuka kisfia, még egyet anyuka kedvéért. Na, léci. Bum bum. Egyébként nem is tudom, mitől csokizok be jobban, a támadó medve közeledésétől, vagy attól, hogy ezzel revolverezve kell lőnöm kettőt gyorsan.